Borok, kulturális programok, lovas hagyományőrzés. Ezek mind főszerepbe kerülnek majd szeptember 13-a és 15-e között Moson-Magyaróváron. Az immár 13. alkalommal megszervezett Szigetköz Ízei Vármegye Borai Fesztivál és lovas hagyományőrző rendezvényen. A programok idén szeptember 13-án pénteken 18 órakor kezdődnek meg az ünnepélyes megnyitóval, amit aztán koncertek követnek majd. Szombaton nagy hangsúlyt kapnak majd a gyermekprogramok és a gasztronómia, valamint a lovas hagyományőrzés, ami aztán vasárnap csúcsosodik ki, amikor is Moson-Magyaróváron először lovas színházzal várják az érdeklődőket. Néhány évvel ezelőtt, amikor a Gáborral ennek a rendezvénynek a későbbi vagy jövőbeli sorsáról beszélgettünk, én megfogalmaztam azt az elvárást, hogy városi támogatást ilyen típusú rendezvényekhez csak akkor fog tudni kapni a jövőben, hogyha ennek a közönség mozgó képességét erősíti, színesíti. Magyarán nem csak egy várárokbeli eszemiszomról beszélünk, meg egy kis szórakozás jellegű dologról, hanem ennek egyéb hozadéka is lehet. Gondolok itt szálláshely szolgáltatókra, vendéglátókra, tehát egy többnapos rendezvénynek közönség vonzónak kell lennie. Innen jött az ötlet, hogy a programok színesítésének érdekében egy lovas színházat szervezzenek a Lajtahanság RT lovardájában önkormányzati támogatásból. Így a Győri Lovas Színház 40 lóval, csaknem 100 szereplővel mutatja majd be szeptember 15-én, vasárnap 19 órától a Szent László a Lovak Király című darabját. Szent László életéről találtunk ki igazából, tehát ez nem egy történelmi kutatás és egy valóságos valami, hanem inkább az, amilyennek mi látjuk őt. És próbáltuk ezt összerakni egy olyan jelenetbe, amiben benne van az is, hogy még úgymond a leendő király, aztán a koronázás, és utána a király, aki csatározik a kunokkal, majd az a király, aki tulajdonképpen jóságos, és ugye befogadja a kunokat, és ugye letelepednek nálunk, tehát azt mondom, hogy több oldaláról próbáltuk bemutatni. A darabot Tóth Szilárd, Terzsi György rendező dalszerzővel közösen valósította meg, majd Pesti Nagy Katalin írta meg a szöveget, a Szent László a Lovak Király című művet pedig tavaly mutatták be először Győrben az Aranyparton. Adott minden énekes, minden szereplő, minden látvány, és nekem csak a zenét hozzá kell érni, és azt mondja nekem Szilárd, hogy ott 15 másodperc alatt érünk be a színpad közepére, vágtába, akkor én oda 15 másodperc zenét írok, és nem a zene készül, nem a mű készül el előbb, hanem a látvány készül el előbb, és így nekem ilyen funkciózenét kell írnom, és ez így sokkal egyszerűbb dolga van nekem, mint a rendezőnek, hogy akkor ott mit kell kitalálnom, hiszen eleve mint rendező, mint zeneszerző egyszerre folyik az alkotás. Az idei nagy attrakció mellett pénteken, szombaton és a vasárnap is színes programokkal várják az érdeklődőket a várárokban. Az idei évben a lovas hagyományőrzés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a szervezők a gyermekprogramokra is. Ezt igyekeztünk úgy összerakni, hogy különböző területeken legyenek különböző olyan programok, ami esetleg még itt nem volt, tehát ugye a hagyományőrzés mellett, és hát a megszokott, de nem csak megszokott, hanem el is várt arcfestés, lufi hajtogatás, stb. Ugye a piciknek szerint megunhatatlan, ráadásul mindig újabb picik is jönnek, úgyhogy ilyen szempontból ez biztos, hogy nagy siker. Az érdeklődőket tehát szeptember 13-a és 15-e között várják a 13. Szigetköz Ízei Vármegye Borai Fesztivál és Lovas Hagyományőrző rendezvényre, míg a Lovas Színházra szeptember 15-én, vasárnap 19 órakor kerül sor. A lovarda helyszínére mintegy 1000 vendéget várnak, jegyek pedig elővételben a tixa.hu oldalon válthatók.